sokan azt gondolják, hogy vannak olyan gyümölcsfajok, amelyeket nem kell metszeni, és tényleg vannak olyan gyümölcsfajok, amelyek mondjuk úgy, hogy metszés nélkül is eléldegélnek, de például az őszi barack az olyan, amelyik nem, ugyanis 3-4 évig nem metszünk, akkor teljesen előregszik, és aztán sajnos visszaszárad és elpusztul. Miért kell az őszi barackot tavasszal megmetszeni, és mire érdemes figyelni közben? Ezt fog kiderülni a következő videóból, amit Kosztka Ernővel, a Magyar Kertépítő Szövetség elnökével készítettünk. Klasszikusan Magyarországon közepes mennyiségű, most már azért azt gondoljuk, hogy rengeteg fény van, de ettől függetlenül nem. Nyitott koronaformát alkalmazunk őszi baracknál, az azt jelenti, hogy katlan vagy váza. Inkább én katlan koronaformát javasolnék, ami azt jelenti, hogy van egy törzs, amiből van 3-4, esetleg 5 vázág, lehet is látni, hogy itt van a törzse, 1-2-3-4, nevezzük 5 vázágnak, ami nyitott koronaforma, a fa belseje mindig tiszta, üres, hogy beérkezzen a fény. Mi van még? Ugye beszéltünk törzs, vázág, a vázágokon vannak a galérágak, és a galérágakon termelünk gyümölcsöt, na de mi is termelünk gyümölcsöt. Az őszi barackon klasszikusan ma a legtöbb gazdaságban szálveszőn termesztenek gyümölcsöt. Ezek a szálveszők, mutatom, a szálveszők. A szálveszőkön a rügyállás az úgy néz ki, hogy a kis hegyes rügyek, azok a hajtórügyek, és ahol van 3 rügy, 2 szélső az virágrügy, a középső pedig hajtórügy. De nem csak ezen terem az őszi barack, hanem terem úgynevezett termő nyársakon, ezek a kis rövidek, amik szintén virágrügyben végződnek, illetve virágrügyek vannak az oldalán, a kis hegyes a végén az inkább hajtórügy, azon is tud teremni. Na már most, hogyha ezt mind rajta hagynánk, akkor olyan sok gyümölcsünk lenne, hogy a fa ezt nem bírná, egyrészt nagyon apró lenne, ráfonnyadna, másrészt ugye fizikálisan sem bírná. Még mit kell megjegyeznünk? Ugye lehet is látni, hogy a tavalyi évben sajnos komoly monéliafertőzés volt, és itt vannak ezek az úgynevezett múmiák. Ugye a monélia megtámadja a gyümölcsöt, és rágombásodik tulajdonképpen a fára, ezt mindenféleképpen el kell távolítani, el kellett volna már távolítani, rendetlen volt a gazdája, magyarul én, néhány fán sajnos, itt ezek késői őszi barackok voltak, a tavalyi évben sajnos nagyon megtámadott minket a monélia, úgyhogy most ezeket eltávolítjuk. És még mit kell eltávolítani? Elsősorban a tavalyi letermett veszőket mutatom, ugye ez az idei szép termővesző, és tavaly ugyanilyen volt ez a vessző is, csak rajta volt a gyümölcs, és szép lassan elkezdett lehajolni, más a színe. Egyébként itt lehet látni, itt mutatnám, hogy itt voltak a gyümölcsök, itt vannak még a levált gyümölcsöknek a helyei, tehát ezeket is el kell távolítani. Nézzük is meg közelebbről, hogyha egy metszést elkezdünk, akkor mindig javaslom, hogy a két dologra meg kell nézni, hogy kell-e a fából kifűrészelnünk. Szerencsére úgy néz ki, hogy a fa koronaformája most megfelelő, vastagágat nem kell eltávolítani, úgyhogy csak az éves növekményből kell visszavágnunk, illetve a letermett részeket eltávolítanunk. És mindig a metszést a korona külsejéből megyünk befelé, ez azért fontos, mert ha valaki a fa tövétől indul el, akkor hajlamos arra, hogy takarít, és fölkoposzítja a fát. Tehát mi kintről megyünk befelé egy-egy galérán. Ugye azt mondtuk, hogy ez egy letermett vessző, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a letermett vesszőt vagy visszavágjuk, vagy teljesen eltávolítjuk. Itt lehet, jó lehet látni, a jó vesszőt meghagyjuk, a letermett részet, vagy a beteg részeket eltávolítjuk. Természetesen el kell döntenünk, hogy mennyi vesszőt hagyunk meg. Egy ilyen fának körülbelül a termőveszőből olyan 35-40-et, ezt törzskörméretre vetítjük vissza, kondíciótól függ a messzők meghagyása. Hogy számolod ki ezt a 35-40 termőágat? Nagyon jó a kérdés. Egy ilyen, ez olyan 10 éves őszi barack fától, a 10 éves őszi barack fától várunk mondjuk 40 kg őszi barackot. A 40 kg őszi barack, azt tudjuk, hogy mondjuk ha egy gyümölcs mondjuk 20 dekás, egy szép gyümölcs 20 dekás, akkor értelemszerűen tudjuk, hogy hány szem gyümölcs, és azt is látjuk, hogy egy vesszőn hány gyümölcsöt tudunk meghagyni, hisz
Egy vesző nem tudunk 15 gyümölcsöt meghagyni, egyrészt mert nem bírja el a vesző, másrészt meg nem is fér el, tehát két gyümölcs között egy harmadik gyümölcsnek is el kell férnie, és akkor így kiadja azt, hogy egy veszőn 1 kg gyümölcs van, akkor kijött a 40 kg. Van egy ilyen klasszikus szám, hogy a törzs körmélet vagy törzs átmérőhöz mekkora gyümölcs mennyiséget visel el, ez egy gyakorlati kutatási szám, mekkora gyümölcs mennyiséget bír el a fa, úgy, hogy a kedvező körülmények vannak, tehát nincs aszály, nem törnek le az ágak, nincs szélvihar. Tehát ennek a fának a törzs átmérője mondjuk 18 cm, és ehhez van egy ilyen gyakorlati szám. A gyakorló szakember látja, hogy egy-egy fa elkezdett gyengélkedni, akkor ezen a úgynevezett terhelésen változtathat. Mert hogy ugye értelemszerűen, hogyha ha fa az előzében rengeteget termet, akkor nagyon sokszor jóval kevesebb rajta a termőrész, és ilyenkor úgy szoktuk mondani, hogy kicsit pihentetjük a fát. Egyébként a fa saját magát is pihenteti, úgyhogy haladok is tovább. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy letermet vesszőt eltávolítjuk, a múmiákat eltávolítjuk. Ha a korona belsejében van egy ilyen gyönyörű szép vesző, ami igazából nem odavaló, de az idejében rengeteg gyümölcs lenne rajta, meghagyjuk. Biztos, hogy jövőre el kell távolítanunk. Ugye megyünk kintről befelé, letermett részeket eltávolítjuk. Amikor sok jó vesző van, akkor nehezebb a döntésünk. Amikor kevesebb van, akkor nem kell gondolkodnunk olyan sok mindenen, mert akkor tulajdonképpen csak a jó veszőket hagyunk meg. A szálveszős meccésnél érdemes figyelni arra, hogy a veszők között körülbelül arasznyi távolság legyen. Nagyjából ezt itt sikerült is megoldanunk. Itt szintén van egy befelé menő vesző, amit nagyon sokszor kivágnánk, de most látom rajta, hogy van rajta világrügy, úgyhogy meghagyjuk. Ez a korona belsejében van, ezt eltávolítjuk. Mert hogyha meghajtánk a korona belsejében, akkor... Akkor ő az beárnyékolná a korona belsejét. Egyrészt az növényvédelmi szempontból nem jó, másik azért nem jó, mert a fény nem jut be a korona belsejébe, és ugye halvány őszi barackot nagyon nehéz eladnunk a piacon. Ugye nálunk pedig mindenki keresi a szép körpiros őszi barackot, ami fajta jelleg is lehet.